Sokan regisztráltak a fogadóórára, és több kérdés, javaslat, probléma merült fel, emelte ki Farkas Éva Erzsébet polgármester. Többek között érdeklődtek a városban lévő betegfák állapotáról és azok kivágásáról. A polgármester ehhez kapcsolódóan elmondta, a nem egészséges fákat feldarabolják, és a szociálisan nehéz helyzetben lévő családoknak ajánlják fel. Akadtak olyanok, akik szociális ügyekkel, rendkívüli települési támogatással és telekvásárlással kapcsolatban is fordultak a városvezetőhöz, illetve felmerült az ötlet egy kézműves manufaktúrának is. Több kézműves szeretne gyakorlatilag turisztikai céllal itt a városban egy olyan kézműves manufaktúra házat létrehozni, ahol be tudják mutatni a különböző kézműves foglalkozásokat a városunkban érkező turisták számára, illetve nyilván akár intézményi csoportok látogathatják meg majd ezt a házat. Természetesen vizsgáljuk ennek a lehetőséget, egy új turisztikai szolgáltatás megvalósításához úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell vizsgálni az esetleges lehetőséget. A régi városháza épületével kapcsolatos örömhírt is megosztott a sajtó képviselőivel a polgármester, amely a fürdőberuházásához szorosan kapcsolódik. Fogadónap keretén belül írhattuk alá a volt városháza, vagy ahogy a makóiak ismerik, úttörőház eladására vonatkozó szerződést, adásvételi szerződést. Ugye Makóváros önkormányzata 252 millió forint plusz áfa értékben tudta értékesíteni ezt az ingatlant. Itt a két ügyvezetővel a mai napon került aláírásra az adásvételi szerződés, innentől számítva 30 napon belül kell, hogy átutalásra kerüljön a vételi árnak az összege az önkormányzat számlájára, és tulajdonképpen ezt követően 15 napon belül nekünk rendelkezésre kell bocsájtani magát az ingatlant. Továbbá az idősek világnapjáról is szó esett, amelyet október 3-án rendeznek meg. Farkas Éva Erzsébet elmondta, az eseményre előzetesen kell kiváltani az ingyen jegyet a hagymaházban, mivel a rendezvényen védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, és 650 főt tudnak fogadni. Az este sztár vendégeként Korda Györgyöt és Balázs Klárit hívták meg. Egy szomorú hírrel is érkeztek a polgármesterhez, elhunyt az egyik nyugdíjas klub vezetője, így helyére újat választottak.